A Mohácsi vészés napjaink között eltelt közel fél évezred történéseit egy egységes összefüggés rendszerbe foglalta Jankovics Marcell, objektíven kirajzolva Trianon előzményeit és következményeit. Mintegy 170 alkotást látható a tárlaton. A Kossuth díjas grafikus művész, rajzfilmrendező, kultúrtörténész, hol drámaian, hol humorral fűszerezve, néhol szatirikusan nyúl a témához. Mit jelent Jankovics Marcellnak Trianon? Mindent jelent, mert a családomnak a minden ágaboga, az felülről jött Magyarországra. Kicsit olyan ez, mint ahogy a patakok folynak le a medencébe. Felvidékről, Erdélyből, még Ausztriából is, és Lengyelországból is, és természetesen Horvátországból is, mint a neve mutatja. Ide gyűltünk, de hát akkor, amikor még ez egy nagy ország volt, akkor ez a gyűlés nem volt ennyire centrális. Tehát magyarán az édesapám Pozsonyban született, ott élt. Tehát nekem mondjuk úgy, hogy a Kárpát-medence a hazám, akkor is, hogyha a határok másod húzódnak ma. Ugye, ha már a Kárpát-medencét említette, most itt állunk a jelképesen is a Kárpát-medencében, ahol tulajdonképpen egy ilyen történelmi képregényként vezet végig minket, Trianonon a szemlélődőket, a tárlatanyaga. 500 évet ölel fel. Miért ezt az 500 évet? Hát 1526 a határidő. Addig Magyarországon szintén éltek nemzetiségek, már itt voltak a románok, természetesen a szlovákok el se hagyták, mert ők eleve őslakosoknak számítanak, dettó a horvátok, csak a népesség arányai voltak mások. És ezt a törököknek köszönhetjük, tehát a Mohácsi vészel kezdődik el az a folyamat, amikor csapataink folyamatosan harcba állnak, ettől folyamatosan fogyunk, vagy nem szaporodunk, és hát hozzájön a devsírme, amikor vitték főleg a magyar fiúkat, eleinte nem csak, hanem a szerb és horvát fiúkat is, és belőlük lettek a janicsárok. Ez a gonoszság az egészben, hogy még a tetejében az a saját véreinkkel kellett harcolni. Hát ettől elfogyott a magyar többség, és emiatt alakult úgy, ahogy alakult a dolog. Hogyha végignézzük a képek anyagát, a falon látható alkotásokat, akkor azért közösben nők egy kicsit gúnyosan, szatirikusan nyúl a témához. A humor ugye azért oldja ezt a feszültséget, ami Trianon kapcsán mindenkinek a lelkében benne van még. Én a szocializmusban cseperedtem föl, és ennek a együttjárója volt. Minden elnyomott nemzetben a humor erős. A zsidókra is igaz ez, a székelyekre is igaz ez, és hát mi is megtapasztaltuk ezt, úgynevezett anyaországiak, vagy hogy Erdélyben mondják az elcsatolt terület lakói, mint én, ugye, hogy humorral lehet oldani azokat a konfliktusokat, ami az emberben feszül ilyenek miatt. Amikor drámai helyzet van, akkor én nem szatirizálok. Tehát azt kell mondanom, hogy ugye Tisza István esete ilyen, aki több képen is szerepel, van egy olyan, ahol a golyó ütötte Luka homlokán, ott van, nem tudom, hol találták el, de a belőle kifolyó vér részint a szívek körül foltosodik, részint pedig egy olyan Magyarországot rajzol köré, amíg már elszakadozott. Tehát ebben semmi humor nincsen, vagy abban sincs humor. Talán szatirikus íze van, amikor a szlovákok azt mondják, ugye a magyarokat a Dunába, és van egy ilyen rajz, ahol egy Vénusz, ő a mesztelenített magyar lány, akinek be kell menni a Dunába, most ott áll mögött a magyar fiú. Ebben nem sok humor van, mert aki ezt át élte, hogy mit jelentett ez a mondat, és nagy pusztítással is járt. Van ebben ilyen, van ebben olyan, van, és van benne persze önirónia is, mert ugye az, hogy mi a németektől és a olaszoktól kaptuk a második világháború előtt vissza a bécsi döntéskor az elcsatolt területeket, azok hiába voltak jogosan visszakapott területek, akinek a kezéből kaptuk vissza, azt el kellett volna utasítani, ma már tudjuk. Beszélünk eleget Trianonról ön szerint? Hát fájdalmas dolgokról nem szívesen beszél az ember. A szőnyeg alá söprésnek szokták mondani, de itt nem annyira az önbűn van, amit az ember igyekszik besöpörni, hanem mert az tagadhatatlan, hogy mi együttélésben vagyunk a környező országokkal. Tehát ez össze is tartozunk momentán politikailag, egy platformon vagyunk, tehát lehet ezért hivatalosan is, hogy kerülni kell a konfliktus helyzeteket. Ebben nagy segítségünkre vannak az olyan erdélyi románok, mint Girman, aki ugye nyilatkozik nyakra főre arról, hogy az erdélyi románság is autonómiát kér, mert nekik az az érzésük, ugye, hogy Bukarest mindent elvisz.
és hogy Erdélyben, egyébként Moldvában is ugyanígy van, nem kapják meg azt az arányos értéket, ami járna annak a területnek. Hát ez a fajta gazdasági kizsákmányolás is érvényes. Ugye amikor Csehszlovákia volt, akkor Szlovákia érezte magát elnyomva, nem csak a magyarok benne, hanem hogy az ipar, a gazdasági élet színe javas Csehországban van, és Szlovákia másodrendű. Tehát ez annyi minden kavar itten, hogy nekem a praktikus ezen túl, mert ugye ez egy szigorúan házi, fontos házi feladatnak érzem, ez nem bírtam volna úgy meghalni, hogy ezt nem csinálom meg, ezek nagyon fontos. De ezzel együtt úgy érzem, hogy az idő nem úgy fogja megoldani a dolgot, hanem attól, hogy ez a bizonyos mindenképpen bekövetkező feloldódás az Európai Unióban, ami nem olyan kell, hogy legyen persze, ami Brüsszelben hirdetnek, de mondjuk a nemzetek között több lesz a természetes átjárás, mondjuk legalább annyira, mint amilyen a monarchiában volt, mert Brüsszel tulajdonképpen egy óriási monarchia, ahogy annak néz ki. Tehát, hogy a határokon át lehet menni, hogy nem köpik le az embert a szomszédban azért, mert magyarul szólal meg. Ez azért sokat segít ebben a történetben, és tudomásul kell venni, hogy ez az állapot, ez egy visszafordíthatatlan állapot. 170 alkotást látható itt most a falakon, de hát közel 300 rajz készült a hamarosan megjelenő kötetbe. Mennyi idő alatt dolgozta fel Trianon témáját? Két esztendő volt. Látszólag ugye ez sok idő, de nem csak ezt csináltam. Nekem mellett van egy úgynevezett másik életem is, hivatalos életem. Ez a szabadidőmnek a terméke, és azért ez nem mindegy, mert nekem meg kellett tanulnom egy stílust ehhez. Soha ilyet nem csináltam korábban. Hát az, hogy van egy némi érzékem a iróniához rajzban is, ugye ennek a rajzszínes múltamnak vagy jelenemnek ebben óriási szerepe van, de akkor is rá kell találni egy viszonylag egységes hangnemre, és itt ötletek vannak, akik ki kell találni, tehát hiába rajta, nem úgy van, hogy elkezdem, jó, tudom, Mohácsal indul, és akkor időrendbe haladok. Meg kellett például írnom, tehát magam számára meg kellett írnom körülbelül 45-50 oldalban, hogy mi az, amit feltétlenül szerepelnie kell. Akkor ezekhez meg ki kellett válogatnom, melyek azok a igen fontos mondatok. Tehát itt látom Churchillt, ahogy a magyar küldöttekkel beszél még a háború előtt, és azt mondja nekik, hogy korrigálni fogjuk, hogyha jó oldalon fognak állni, de ha nem, akkor Isten sem könyörül meg maguknak. Nem titkolt cél, hogy a kiállítás teremtette katarzis átélése után újraértelmezhető és feldolgozható legyen a látogató számára a trauma. Jankovics Marce kiállítása arról a szakrális királyságról mesél, mely természete szerint befogadó és hazája az itt élő népeknek. Arról a hazáról, amely elsőként hirdette a vallásszabadságot, és arról a nemzetről, amely anyanyelvén tanította a nemzettársait. Trianon című kötethez tartozik gyakorlatilag a tárat is, a Jankovics Marce kötetéhez is több mint 170 alkotás látható itt, különleges elrendezésben. Erről mit tudhatnak meg a látogatók? Hát ez a gigászi vállalkozás, amelyen Jankovics Marce több mint 200 alkotást alkotott, melyből most itt 170 került kiállításra. Mondhatjuk azt, hogy horizontálisan ez egy modern képregény, amelyben elmeséli Trianon történetét oly módon, hogy az előzményekből indulva a mai napig tartó következményekig juttatja el a látogatót. Másrészt pedig mi, mint kurátorként, vagy a kiállítás kivitelezőiként keretezni szerettük volna ezt a fantasztikus vállalkozást. Egy stilizált fát jelenítettünk meg, amely mint a Kárpát-medencét jelképezve ráborul erre a modern képregényre. A tárlat két területi egységre osztható, egyrészt egy bevezető részre és a műalkotásokat kontextusba helyező kiállító térre. Az installáció horizontális vetülete modern képregényként meséli el a magyarság történetét. A terem közepén egy hatalmas stilizált kocsányos tölgyfa áll, melynek ágai a 6 méteres magasságig felhatolva visszahajlanak a terem oldalfalai fölé.
Petrás Mária, Magyar Örökség díja kitüntetett Prima Primissima díjas népdalénekes és Szlama László junior Prima díjas népzenész ünnepi műsora is része volt a megnyitónak, ahol Székesfehérvár történelmi felelősségéről szólt Cserpalkovics András polgármester, és bejelentette egy emlékbizottság létrejöttét. Székesfehérvárnak van történelmi felelőssége, hogy ne csak a jogaival, hanem a kötelességeivel is tisztával léve, ne csak magával foglalkozzon, ne csak a közigazgatási határán belül gondolkozzon, hanem az összmagyar nemzet vonatkozásában is ráruházott felelősségével éljen. És akkor is, hogyha valami nem könnyű, azt fölvállalja, és fölvállalja annak érdekében, hogy ne csak a helyi közösségnek szóljon, hanem minden magyar emberhez szóljon, bárhol is éljen emeföldön. Ezért külön köszönöm művész úrnak, hogy ebben volt segítségünkre, hiszen nélküle nyilvánvalóan ez a kiállítás, és nem csak ez a kiállítás, hanem ez a fajta szimbolikus gesztus Fehérvár részéről nem történhetett volna meg. Sok mindenről lehetne beszélni ezen tárgykörben. Én szeretném kiemelni, hogy Fehérvár önkormányzata a felelősséget nem csak ezen kiállítás megszervezésében tartotta fontosnak, hanem egy emlékbizottság felállításával elkezdte a felkészülést. Szeretné bemutatni, hogy hogy hatott ez a békeszerződés Fehér megyére, hogy hatott Székesfehérvárra. Vizi László rektorhelyettes urat, tanár urat kértük fel ennek az emlékbizottságnak a vezetésére. Én ezúton is szeretném neki megköszönni, hogy ezt elvállalta. Bízom benne, hogy ez a bizottság ez eredményes és nagyon színvonalas minőségi munkát fog végezni. És itt akár be is fejezhetném ezt a néhány gondolatot, de nem állom meg, hogy ne mondjam el, hogy a kiállításnak már most van számomra egy nagyon kedves része, és egy nagyon szerintem kiemelkedően fontos része, mégpedig ahogy jöttek föl a lépcsőházban, és a két falra rátekintettek, és beleolvastak azokba a mondatokba, azokba a gondolatokba, akkor azt hiszem, hogy minden benne van, hogy miért van szükség erre a kiállításra. Itt Székesfehérváron is, és természetesen mindenhol, ahol lehetőség van ennek a kiállításnak a bemutatására. És itt akarva akaratlanul eszembe jutott két mondat, és ezzel szeretném ezt a néhány mondatot zárni, ami itt Székesfehérváron történt meg. Szerencsére az egyszerűsített honosítási eljárás keretében minden hónapban nagyon sok magyar embernek tudjuk megadni a magyar állampolgárságot is. És egy-egy hölgy, amikor a honosítási eskü kivételét követően átadhattam nekik a honosítási okiratot, akkor mondott nekem egy-egy nagyon megrázó, és azt hiszem, hogy nem csak az én lelkemet megszólító mondatot. Ha megengedik, akkor ezzel zárnám ezt a néhány gondolatot. Szerintem ebbe a két mondatba minden benne van. Az egyikük, mikor odalépett hozzám a Hímerházba, és átvette az okiratot, annyit mondott, hogy 60 éve várok rá. A másikuk, amikor odalépett, akkor pedig csak annyit mondott, hogy most már nyugodtan halok meg. Jankovics Marcell Trianon című kiállítása 2019. márciusáig látható a Csók István képtárban.